Na, üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Erbovók, és itt van velem Gergő. Így van, vagy Anju, akivel már ugyebár játszottunk egy Minecraft live-ot, szegénykének nem volt hallható hangja, csak egy idővel, azt hiszem. És vele volt live, amikor Tremors meg ő, vele nyomattuk a Bloodit? A Bloodit. Na, az egy idegőrlő játék. Mindegy, a címbe ugye már látjátok, viszont a mai napon összerakunk egy számítógépet. Nagyon nagy összerakás nem lesz, annyi lesz, hogy az a megrendelt Genesis Titan 750-es gépházba belerakjuk az Asus Z77A-t, a magyarán az alaplapot, és az alaplapra meg bekötjük a gépháznak a tápegység kábelét, és az alaplapra viszont rárakjuk majd a videokártyát. Hát igen, de a neve. A Radeon RX 550, ja. És abból pedig a Spool, nem, Pulse videokártyát. Spools. Jó. Ok. Na, akkor szerintem kamera fordulás. Géphez, alaplap, videókártya. Kezdjük el. Jó, akkor videókártya, alaplap, berakva, kész. Szerintem ez így nem fog működni. Ja, lehet. Nincs benne tán. Igen, ez igaz. Tovább. Már tovább. De várjál már, hallod, ezzel nincs HDMI. De van. A videókártyán lesz. Jó, vágom. Miért? De van. Aha, ez ja, van itt is. Itt ez. Aha. De miért ne lenne? Egy hirtelen nem vettem észre. Hogy van-e vagy nincsen? Aha. Nem, nincs, nem eladó. Ne. Nem kaptunk. Besúrunk. Ja. És ha minden igaz, ez neki így kéne állnia. Igen, és a csavarok is most jó helyen állnak. Jaj, de jó! Jó, akkor most egyes évig gyorsan be kéne csavarni, amit csak tudunk. Jó, hogyha inkább ezt most mozognak itt. Mondom, hogy itt van a gépem, akkor gorillakot rártam el. Akkor oké. Akkor is. Nem lehet végig a gépbe. Tetszik, hogy itt egy pincs csatlakozó, szerintem nincsen. A gépben pincs csatlakozó, szóval kellene vagy. Jó. Hát de gyönyörű. Benne van. Ennyi. Most már nem jössz ki. Kiseszedünk. Jó. Na, örülünk, ha megnéztétek. Ja. A videókártyát is beledobom. Így. Komódosan. Jó. Alaplap. Pippa. Na, srácok, gyorsan bekötjük ide a kábeleket, a powert, meg a, hát magán ott az elindító gombot, meg az ilyeneket bekötjük, és akkor utána jelentkezünk. Végre feleszembetik az összes kábelet, és jön akkor a videókártya. Amit szerintem csak meg fog is berajtok. Jó. A videókártyát viszont azt ide fogom majd dobni, erre a részlegre, és ha mindig az a jó helyen van. Igaz? Jó helyen van? Mm. És benne is van. Ne. Bele kell csavarni. Csavarom meg nincs. Nem kaptam a dobozba csavart. De! Király. Na, zsír, videokártya is benne, alaplap szintén benne, körülbelül ennyi is lenne. Még rímet is. Na, zsír, király. Ennyivel meg is vagyunk. Ilyet az üveges része. Nem nagyon ezért. Még azt mondja üveg. Jó, plexina. Ilyen egy igazi üveg. Ja, szerintem full igazi. Erre viszont nem jöttem rá, srácok, szóval, hogyha bármi első segítséget tudtak írni kommentbe, az a neve, hogy fan controller power, de szerintem ez amúgy a tápegység lesz. Meg a Gergő szerint is a tápegység lesz. Hashtag táp. Mi? Hashtag táp. Na. Viszont tetszik az, hogy nem rendes igazi csavarokkal kezdve játszani, mert úgy értve tudod, ez a full szétcsavarod és csak akkor tudod izé. Azt hiszem, volt olyanom. Nekem is, az is az.
Akkor most nem is az lett az eredmény, hogy széjjel tördeltem a francba. Ezek a régi fehérek, mi ezek a krémszínek? Gondoltam! Az megvan még ez nekem. Ez a gyakádék. Ez a gépház megvan még nekem. Puh. Ez a kisebb gép, félgép összerakós videó, kb. Ennyi lett volna. Benne van az alaplap és a videókártya. Na! Ja. Na és látszak, körülbelül ennyi is ne. Lenne ez a... Na és látszak, körülbelül ennyi is lenne ez a kisebb félgép összerakás. Benne van az alaplap, a videókártya is. Mint a legelején, csak úgy beledobva. Hát amennyi látszódott belőle. Kicsit szenvedtünk vele, eleget. Ja. Igen, szenvedtem bele. Ő meg csak adogatott, de nem, legalább nem egyedül csináltam. Csak. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot. Ne felejtsetek el rá feliratkozni, neked úgy sincs csatornád, akkor rá nem kell. Hát igazából van, de... De nincs rá te semmi. Ez nem igaz. De nem kell. De nem kell, jó. Esetleg, hogyha bármi kérdésetek, vagy felmerülne, vagy esetleg ilyen alaplapotok, vagy videókártyátok, vagy gépházatok van, akkor nyugodtan írjatok kommentet, én örömmel olvasom. És ha unatkozik, akkor ő is örömmel olvassa. Én így elképzeltem, hogy akinek ilyen alaplapja, meg ilyen dolgai vannak, így azzal indítja, hogy te szerencsétlen. És így leírja, hogy mit nem így kellett volna. Igazából ez csak egy 5 perces idő lesz. Kivágjuk minden szarságot. Kibaszott szerencsések vagytok. Na, bocsánat, nagyon szerencsések vagytok. Igen, tudod, felmenni franzt vagy én. Mi? Ez a családbarát vagy én, felmenő... Felmenő franz. Az nem az a tinikes kocsi volt? Felmenő franzt az, hogy jó skit. Vágom, hogyha gondolsz. Na, sziasztok! Sziasztok! Ja, én Ervo voltam, és itt volt velem. Anzsu, vagy Gergő, ahogy így van. Szeretnétek. Így van. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!